Minden konzolgenerációnak megvannak a maga legendás játékai, amelyek valahogy sosem kopnak ki a köztudatból. Újra és újra leporoljuk őket, kötelező szereplőnek számítanak az ilyen-olyan válogatásokban, a mémekben és a fórumos diskurzusokban. Ezt a szűnni nem akaró aktualitást azonban csak a legeslegjobb címek élvezhetik, míg más, ugyancsak jól sikerült, de az ikon státuszról különböző okokból lecsúszott művek az évek során egyre inkább a háttérbe szorulnak. Ebben a videóban most ezek közül idézünk fel néhányat az előző konzolgenerációból, melyeket manapság is érdemes elővenni, pláne, hogy gombokért juthatsz hozzájuk. A lista persze szabadon bővíthető, lent a kommentek közt bátran írjátok meg a saját kedvenceiteket is, illetve ne feledjétek el rendeltetésszerűen használni a like és a feliratkozás gombokat. Most viszont csapjunk is bele, mert bőven van miből válogatni. A Sucker Punch Productionsről a legtöbbeknek ma a Ghost of Tsushima ugrik belsőre, korábban viszont főként a PlayStation exkluzív Infamous sorozatról volt ismert a csapat, ami 2009 és 14 között három fő epizódot és két önálló kiegészítőt élt meg. A 2014 tavaszán debütált Infamous Second Son a széria harmadik és eddig utolsó nagy felvonása, amely a maga korában sokat dicsért látvánnyal demonstrálta a friss és ropogós PlayStation 4 technológiai képességeit. A Second Son az elődeihez hűen egy történetében nem igazán túlbonyolított, de annál szórakoztatóbb sandbox móka volt, ahol szuper képességek széles tárházát használva vesszük fel a harcot a rossz fiúk ellen. A kalandra befizető játékos tömény akcióra számíthat, amit a Sucker Punchhoz méltó műgonddal összeállított harcrendszer és a hősként és genyládaként is végig tolható kampány tesz nehezen megunhatóvá. Ami pedig a grafikát illeti, a külcsín még 8 év távlatából is korrekt, így megéri adni neki egy esélyt, pláne, hogy a PS Plus gyűjteményben is ott figyel. Az ukrán ír Frogwares csapata nemrég azzal került be a hírekbe, hogy tűzérségi lőszerekre írt üzenetekkel gyűjt pénzt a Sherlock Holmes The Awakened megvalósítására, amely a stúdió 2002 óta bővítgetett Holmes sorozatát igyekszik folytatni. Az eddig 9 részt megélt nyomozós széria egyik legjobban sikerült darabja volt a 2014-es Sherlock Holmes Crimes and Punishments, amelyet beválogattunk erre a listára. Nem túlzás azt állítani, hogy az összes nagyobb platformra megjelent játék egy vérbeli nyomozó szimulátor, ami pontosan azt éri el, amit minden ilyen címnek kellene, hogy zseniális mesterdetektívnek érezzük magunkat tőle. Ezt szolgálják a ruházatukkal és mimikájukkal is árulkodó NPC-k, a trükkös következtetési rendszer és a teljes egészében ránk bízott igazságszolgáltatás, amellyel akár még futni is hagyhatjuk a bűnöst, ha morálisan ezt látjuk helytállónak. Amennyiben kicsit is szereted a krimiket, garantáltan élvezni fogod a 6 különböző történetet elmesélő kampányt, s habár a háttérben még az Unreal Engine 3 dolgozik, a Crimes and Punishments a játékmotor egyik kései használója, így maximálisan kihasználta a technológia lehetőségeit. A Marvel's Spider-Man-t és a Ratchet & Clank Rift Apart-ot is elkövető Insomniac Games 2019-ben került a Sony tulajdonába, 5 évvel korábban viszont még a Microsoft számára faragott System Sellernek szánt Xbox One exkluzívot a Sunset Overdrive képében. Ez a nyílt világú, külsőnézetes akciójáték a komolykodás helyett csúcsra járatta az őrületet, amit a kritikusok zabáltak, a vásárlók viszont egyszerűen csak ignoráltak, így csúnyán bebukott a pénztáraknál. A sikertelenség okát még ma is csak találgatni tudjuk, hiszen az Insomniac itt sem hazudtolta meg magát, a Sunset Overdrive minden ízében minőségi játék. Adott egy hatalmas város, telistele zombikkal, akiket itt BD-nek hívnak, ám nem egy vírus, hanem egy ócska energiaital csinált belőlük agyatlan szörnyeteket. Nekünk pedig át kell vágnunk magunkat a mutálódott lakók hordáján, hogy elszámoltassuk a gyártót. Ez a felütés nagyjából mindent el is mond a Sunset Overdrive dilis hangulatáról, ahogyan az is, hogy a gyors utazáshoz itt amnéziásra kell innunk magunkat. Maga a játékmenet tökéletesen passzol az energiaitalos felütéshez. Egy percre sem állunk meg, folyamatos a pörgés, és alapjaiban kell újra gondolnunk a TPS-ekben megszokott taktikánkat. Jó hír, hogy 2018 óta PC-n is nyúzható a játék, vessétek bele magatokat, ha még nem tettétek. Amíg a föld kerek, mindig lesznek top-down shooterek, a műfaj pedig időről időre kifejezetten jó sikerült alkotásokkal lep meg minket. Elég csak a tavaly debütált The Ascent-re gondolni, amely a Neon Giant tolmácsolásában tépte az arcunkat a látványával. A jelek szerint lehet valami a vízben a fagyos éjszakon, hiszen ugyancsak egy svéd formációnak, az Arrowhead Game Studiosnak köszönhetjük a Sony kiadásában megjelent 2015-ös Helldivers-t is, egy nem kevésbé kiváló felülnézetes daráldát.
A kooperatív hentelésre kihegyezett, de szólóban is tolható Helldivers egyike azoknak a címeknek, amelyek minden elemüket máshonnan csenik, de olyan ügyesen mixelik az összetevőket, hogy nem tudunk rájuk igazán haragudni a lopásért. Ha találunk hozzá társat, melegen ajánlott tenni egy kört a kooperatív üzemmóddal, az elsőre irritálónak tűnő Friendly Fire ugyanis rengeteg vicces pillanatot generál, illetve a csillagközi invázió rajongóinak is érdemes behúzniuk, mert lényegében egy licensz nélküli Starship Troopers feldolgozással van dolgunk, amire ordító utalások garmadája emlékeztet. 2006-ban a pénzügyi problémákkal küzdő Lionhead Studios a Microsoft kezébe került. A csapat néhány törzs tagja azonban nem várta meg, míg a Redmondiak a szakadékba vezetik a céget, hanem kiléptek és megalapították a Media Molecule-t, amely az elképesztően kreatív Little Big Planet szériával tette le a névjegyét a szakmában. A stúdió 2010-ben csatlakozott a Sony családhoz, a Little Big Planet 2 után pedig PS Vita-ra is beköszöntek a Tearaway-jel. A platformer kaland túl jól sikerült ahhoz, hogy csak kézi konzolon élvezhessük, így született meg a Tearaway Unfolded című feltuningolt, kibővített verzió, immáron PS4-re. Az eredmény egy jóval szebb és még annál is lebilincselőbb játék, amelyben annyi papírral találkozunk, hogy a természetvédők még ma is álmatlanul forgolódnak miatta. Pedig itt nem öncélú a dolog, a Media Molecule egy varázslatos papírvilágot épített fel, amiből később aztán a Nintendo sem szégyelt meríteni a Yoshi's Crafted World-el. A DualShock 4 kontroller képességeire is szorosan építő Tearaway Unfolded azonban egy jóval egyedülállóbb élmény, nagy műgonddal összeállított kirakósait nem csak a műfaj szerelmeseinek ajánljuk. Az előző évtized közepén a Mad Max franchise kétszer is komoly meglepetést okozott a geek közösségnek. A haragútja bebizonyította, hogy Mel Gibson nélkül is lehet élvezetes Mad Max mozit készíteni, a film apropóján kiadott játék pedig a fejlesztő Avalanche Studios, nem összetévesztendő az Avalanche szoftverrel, ami most a Hogwarts Legacy-n dolgozik, szóval az Avalanche Studios kompetenciáját érintő kételyekre cáfolt rá a játék. A szintén általuk gondozott Just Cause széria sutaságai miatt ugyanis sokan aggódtak, hogy a simán csak Mad Max-nek hívott open world akciókaland nem lesz elég tartalmas, de végül jóval többet nyújtott holmi árukapcsolós alibizésnél. A pozitív csalódásban nagy szerepe volt a játék világának, amely unalmas, repetitív sivatag helyett egy kifejezetten változatos homokozónak bizonyult. Aztán ott vannak az emlékezetes, szerteágazó fejlesztési lehetőségekre épülő autós harcok és a jól koreografált küldetések is, melyek között még a mellékes missziókat is élvezettel pörgettük. Ami minket illet, szívesen megnéznénk egy folytatást, ám egyelőre sajnos nincs arra utaló jel, hogy az Avalanche-nél dolgoznának rajta. A Far Cry sorozatról mindig jókat vitatkoznak a kommentelők, hiszen a közönség egyik fele már iszonyatosan unja a nagyrészt azonos mechanikákra és témákra épülő sorozatot, a másik fele pedig nem tud kiégni a Crytek által megteremtett, de a Ubisoft kez alatt sikeressé vált szériában. Az utóbbi csoportnak találták ki a franchise nem számozott spin-offjait, a Far Cry 5 térképét újrahasznosító New Dawn-t és a prehisztorikus időkbe kalauzoló Primal-t. A kettő közül egyértelműen az ősemberes bevetés sikerült jobban. Annál is inkább, mert a lehetőségeihez képest a 2016-ban kiadott Primal tényleg próbált egy kis csavart vinni a jól bevált Far Cry receptbe, és nagyobb hangsúlyt fektetett az akkoriban divatba jövő túlélős, kraftolós témára. Így aztán nem is ajánljuk azoknak, akiknek már a Far Cry 3, 4, 5, 6 vadászgatós táskavarós vonala is sok volt, a többieknek viszont egy egész egyedülálló Far Cry élményben lehet részük. Az Infinity Ward társalapítói Jason West és Vince Zampella 2010-ben ugrottak ki a Call of Duty szériát megalkotó stúdiótól, hogy saját csapatot gründoljanak Respawn Entertainment néven. Első próbálkozásként a kizárólag multiplayer Titanfall-al jelentkeztek, amelyben a hagyományos, belső nézetes lövöldözés mellett jól megtermett mehák felett is átvehettük az irányítást. A játéknak megvoltak a maga hiányosságai, a 2016-ban befutott folytatása azonban már sokkal ügyesebben építkezett az alaptémára, így még ma is ezrek tolják, még ha ez olykor némi közösségi összefogást is követel a kitartó rajongóktól. Erre a listára azonban nem is annyira a többjátékos mód, hanem inkább a single player kampány miatt válogattuk be a Titanfall 2-t, itt ugyanis már ilyet is kaptunk, és szerencsére nem is okozott csalódást. A Respawn jól átültette a sztoriba a multis arénákhoz kitalált ugrándozós játékmenetet, és még meg is fejelte egy kis időutazással, ami egy új dimenziót adott az akciónak. A történet sajnos olyan kodosan rövid, még a legsziszifuszibb maximalistáknál sem éri el a 15 órát,
átlagosan pedig inkább olyan 6-8 órára rúg. Cserébe viszont a gyakori leárazások valamelyikét kihasználva már néhány euróért belevághatunk, vagy megtaláljuk az Xbox Game Pass Ultimate és az EA Play kínálatában. A Life is Strange első része óta a Dontnod Entertainment valahogy nem tudott olyan játékot lerakni az asztalra, amely ahhoz fogható elismerésben részesült volna. Ez azonban nem jelenti, hogy ne lennének élvezhetők a francia csapat munkái. A legutóbb a Twin Mirrorral bővült felhozatalból pedig kiemelkedik a 2018-as Vampyr, ami simán belefér a legjobb vérszívós címek közé. Az első világháború idején Londonban játszódó történet középpontjában egy vámpír rá lett orvosál, aki az élet megóvására tett esküje, és az újdonsült, bestiális énnyáltal diktált ösztönök között vívódik. Ez a súlyos dilemma pedig nem csak a sztoriban, hanem a játékmechanikában is tükröződik, azaz csak rajtunk múlik, hogy békésebb úton, vagy a lehető legtöbb kiugatott nyakon át jutunk el a fináléig. Mindehhez egy hangulatos, félig nyitott világ és egy korrekt történet, valamint egyedi személyiségekkel felruházott NPC-k is társulnak, akikkel így olykor kifejezetten szívszorító végezni. A Dark Souls széria mindent elsöprő sikere óriási publicitást adott az alapvetően réteg műfajnak tekinthető, fokozott kihívásra és sok-sok gyakorlásra építő Souls-like zsánernek, ami az Elden Ringgel idén újabb lökést kapott, így már csak ezért is érdemes megemlíteni az egyik legjobban sikerült rokonát, a Deck 13 Interactive által összehozott The Surge 2-t. Az egyébként szintén korrekt első részhez csak blazán kapcsolódó Dark Souls klón skifi díszetek közé helyezi a From Software által lefektetett alapokat, fűszerként pedig megszórja egy exoskeleton alapú csonkolós harcrendszerrel. Ha fogékony vagy a stílusra, garantáltan nem fogsz unatkozni az így kapott 20-30 órányi élmény során, amit még a kissé avid grafika és az amatőr regényírók baráti körének kukájából kihalászott sztori sem tud elrontani. Szerintetek melyik PS4-re vagy Xbox One-ra megjelent játékokat érdemes még most is pótolni? Írjátok meg kommentben! Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!